Sziasztok! Múlt héten a Titok vagy Ár sorozat akkori részében az önbizalomról, illetve annak fontosságáról esett szó, és ígértem nektek, hogy hozok pár tippet, hogy hogyan tudjátok az önbizalmat növelni. És ezek olyan tippek, amiket én így összegyűjtögettem, és hasznosnak találok, de ezen kívül biztos, hogy rengeteg módszer és lehetőség van, de most ezeket hoztam el nektek. Kívülről befelé fogunk úgymond haladni, és ezt meg fogjátok a végére érteni, hogy miért így mondom. Na szóval, az első tipp, hogy tegyél rendet magad körül. Mit jelent ez? Hogyha rendezettek az alapok, akkor arra lehet építkezni, mégpedig stabilan. És én azt gondolom, hogy a stabil építkezés a cél, és nem az, hogy építkezünk, de nincs alap. Rendes, stabil alap. De hogyan is néz ki ez a rendet tenni magunk körül? De első körben például, hogyha neked most rémálom úgymond a felkelés, vagy esetleg alszol 6, 7, 8, 9 órát, ami egyébként számodra elég lenne, de úgy kelsz föl, mintha semmit se aludtál volna, akkor lehet, hogy ott a hálószoba környékén kell egy kicsit rendezkedni, rendet rakni, és átalakítani, hogy úgy mélyebben és jobban tudj aludni. Aztán mit lehet még tenni? Meg kell szüntetni a káros és romboló szokásokat. Ilyen szokás lehet például egy szenvedély, vagy egy mozgásszegény életforma, életmód, vagy akár a sorozat függőség. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy sikert szeretnénk elérni, de ott ülünk a sorozatok mellett, akkor az szerintem mutatja azt, hogy nem biztos, hogy a sikert el fogjuk tudni érni. Ez tűzd ki akár, ha te sorozat függő vagy, ilyen juti falatnak, tehát jutalmazd meg magad egy-egy sorozattal, hogyha elértél bizonyos célokat. Na, de itt még nem ér véget a rendrakás. Alakíts ki pozitív szokásokat. Rengeteg mindent ki lehet alakítani, ami pozitív, és ezekről már korábban volt is szó. És ami nagyon fontos, és nem azért hagytam a végére, mert kevésbé fontos, pont a fontossága miatt, legyél mindig te magad számára a legfontosabb. Ez azt gondolom, hogy sok mindent elmond. Lényeg az, hogy ha így rendet szeretnél tenni, és elkezdesz rendet tenni, gyűjtsd össze, hogy mi az, vagy ki az, aki gátol téged abban, hogy haladj, vagy visszahúz, vagy visszatart a céljaid elérésében, és írd össze listaszerűen ezeket a dolgokat, vagy személyeket, és kezdj el megválni tőlük. Igen, jól érzed, radikális változtatásokra lesz szükség, hogyha szeretnél egyrészt önbizalmat növelni, másrészt sikereket elérni, mert radikális lépések nélkül elég nagy hiba szerintem változást és változásokat várni. A második tipp, hogy tűzz ki célokat. Erről már nagyon sokat meséltem nektek, hogy én hogyan tűzök ki célokat, milyen módszereket alkalmazok. Összefoglalva az a lényeg és a legfontosabb, hogy bármilyen célod is van, az legyen leírva. Ennek úgymond a non plus ultrája, hogyha még fotókkal is kidíszíted, megvan hozzá az érzés, hogy milyen lesz, amikor eléred, akár hogyha illatot tudsz kapcsolni hozzá, akkor az is. Tehát ezek legyenek leírva. Egyrészt azért, mert ha megvalósul, ki tudod pipálni, hogy megvalósult, tehát szemmel láthatólag ott lesz. Másrészt pedig az önbizalmadat fogja a sikerélményt növelni, és ahogy látod a kis pipáidat, rá fogsz jönni, hogy mennyi mindenre képes vagy. És a mérföldkövek ennél a pontnál nagyon fontosak. Akár rövid távú céljaid vannak, és nálam a rövid táv az olyan 3-6 hónapot szokott jelenteni, akár hosszú távú, tehát évekre előre tervezett céljaid vannak, mindenképp legyenek mérföldkövek, ahol az apróbb sikereket is megünnepled, akár egy sorozatrész megnézésével, ha te sorozatfüggő vagy. A harmadik tipp, hogy építs kapcsolatokat. Jól érzed, hogy ez egy kicsit ellentmondásos azzal, hogy van egy önbizalomhiány, de arra buzdítalak, hogy kapcsolatokat építs, viszont azért buzdítalak erre, mert az emberi kapcsolatainknak a miensége az nagyban meghatározza, illetve a minősége nagyban meghatározza azt, hogy milyen és mekkora önbizalommal
rendelkezünk nyilván az egészséges szinten. Tehát ha erős kapcsolataink vannak, akkor valószínűleg az az önbizalom is előbb-utóbb erőssé fog válni. Ez a kapcsolatépítés egy képesség, tehát a jó hírem az, hogy ez megint csak fejleszthető, úgyhogy ha ezen a területen úgy érzed, hogy vannak hiányosságok, vagy ez egy kicsit úgy nehezebben megy neked, akkor kezd el gyakorolni, mégpedig akár szűk körben. Tehát lehet, hogy van egy-két olyan ember körülötted, akivel szeretnél erősebb, szorosabb kapcsolatot, így a gyakorlást el tudod kezdeni úgymond rajtuk vagy náluk, és erős kapcsolatot alakíts ki, majd ebből a szűk körből ki fogsz tudni lépni egy tágabb körbe, és ott kapcsolatokat építeni. És hidd el, az önbizalmad ezáltal nőni fog. A negyedik tipp, hogy alakíts ki hasznos szokásokat. Na itt aztán jövő hétig tudnék mesélni és tippeket adni, viszont rád bízom, hogy melyikeket választod, vagy milyeneknek nézel még utána. Amit én hoztam neked, vezess naplót, vizualizálj, erről is volt már korábban szó. Húzd ki magadat és mosolyogj. Ez azért sokaknak nehezen megy, hogy mosolyogjunk, viszont észre fogod venni, ha visszamosolyognak rád, az milyen erőt tud adni. Sportolj, mozogj rendszeresen, olvasd rendszeresen, és igyál megfelelő mennyiségű folyadékot, mégpedig vizet vagy gyógyteát. Tehát ez a kettő, nem más típusú folyadékra gondolok, és észre fogod venni, hogy milyen minőségben változtatja már meg az is, az életviteledet, a gondolkodásodat, azt, hogy ahogy az egész napot bírod. És nagyon fontos, hogy szokásokról van szó, tehát ahhoz, hogy ez szokássá kialakuljon, minimum 21 napig végezd minden nap. Akármelyiket is választod ki a felsoroltak közül, vagy akármelyikeket, mert lehet, hogy többet fogsz választani, 21 napig minimum minden nap csináld, és észre fogod venni, hogy tényleg rutinná válik. Az ötödik tipp, vigyázz az egészségedre. Én azt gondolom, hogy ennél most aktuálisabb egyébként sincs. Ezt többféleképpen lehet hármas pillérekre bontani. Egyrészt ugye lehet lelki, fizikai, illetve szellemi síkon, tehát az egészségre figyelni ezeken a területeken. Ezekről már tényleg volt szó korábban, nekem cikkem is van ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt érdemes elolvasni, mert ott hosszan kifejtem, hogy miként és hogyan lehet. Amit én másik hármast hoztam nektek, illetve neked, az a sport, a rendszeres minőségi folyadékfogyasztás, víz, gyógytea, illetve a minőségi táplálkozás, tehát tudjuk, hogy milyenek az élelmiszerek, tehát vitamin, táplálék kiegészítő formájában még tegyetek mellé, hiszen másképp nem fogjátok tudni ezt a hármast minőségben megőrizni, illetve az egészségeteket. És ugye említettem, hogy kívülről fogunk befelé haladni, úgymond az utolsó tippem, hogy alakítsd ki az értékrendedet. Ez egy olyan belsődleges dolog, ugyebár, és tudd azt, illetve kezd el vizsgálni azt, hogy ki vagy te valójában. Lehet, hogy ehhez szükséged lesz külső szakértőre, mindegy, hogy azt coachnak, mentornak, pszichológusnak, vagy életviteli tanácsadónak nevezzük, teljesen mindegy, hogy kihez fordulsz, ha segítségre van szükséged ilyen témában, de tőlük akár tudsz visszajelzést kapni, illetve rá tudnak világítani összefüggésekre, és lehet, hogy sokkal könnyebben meg fogod tudni ismerni magadat, de mindenképp kezd el megismerni magad, tudni azt, hogy ki vagy, mik a prioritások számodra, mi az, ami számodra érték, és alakíts ki egy értékrendet, amihez aztán kezd el tartani magad. Állj ki mellette, és ezek mentén hoz döntéseket, illetve ezek mentén cselekedj. Hidd el, hogy ez is növelni fogja az önbizalmadat, és nőni fogsz mások szemében is, hiszen van egy értékrended, amihez te úgy tartod magadat, és mindez ugye a jó értelemben. Úgyhogy ezeket a tippeket hoztam így nektek már, mint önbizalom növelő technikák vagy lehetséges módszerek. És tudjátok, hogy van az a mondás, hogy az őrültség nem más, mint nap ugyanazt tenni, miközben azt várjuk, hogy az eredmény más legyen. Nyilván lehet ezen az őrült módon is élni, de ha már észrevettük azt, hogy elégedetlenek vagyunk az életünkkel, vagy szeretnénk önbizalmat növelni, akkor éljünk már őrült módon úgy, hogy elégedettek is vagyunk.
Tehát nem a csodára várunk, és nap mint nap ugyanazt tesszük, és látjuk, hogy az nem tölt el elégedettséggel, hanem tényleg, ahogy említettem, radikális lépések mentén meg lehet nagyon sok mindent változtatni, és hidd el, nem csak az önbizalmad fog nőni tőle, hanem az életed harmóniába fog tudni kerülni, és sikereket fogsz tudni elérni. Úgyhogy kívánom, hogy találd meg a legjobb technikát az említettek közül, és kezd el növelni az önbizalmadat. Sziasztok!